Hazánkban is nehéz helyzetbe kerültek a turizmusban és vendéglátásban dolgozók a szektort érintő korlátozó intézkedések következtében. Az újranyitás időpontjára nem csak a vállalkozások, hanem azok a felsőoktatási intézmények, egyesületek és cégek is készülnek, amelyek idegenforgalmi képzésekkel foglalkoznak. Ezeket is újra kell ugyanis szervezni a pandémia hatásai miatt. Ezt is az egészséges élet elérését tűzte ki célul az a 3 éves projekt, amely mások mellett a Debreceni Egyetem egészségügyi kara és a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem összefogásával valósul meg. Elindításakor az elsődleges cél egy olyan weboldal létrehozása volt, amely hazai és külföldi cégek bevonásával igyekszik majd segíteni az egészségturisztikai szakok hallgatóinak tanulmányaikban és kötelező gyakorlati idejük teljesítésében. A második célunk az pedig olyan képzéseknek a létrehozása, vagy a képzéseinknek a fejlesztése, ahol az egészségügy, az egészséges életmódot próbáljuk tudatosabbá tenni a turisztikai rendszerek által, közvetíteni azokat az egészségügyel, egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteket, amelyek felhalmozódtak nálunk itt az egészségügyi karon. Itt lehet érteni akár egészséges táplálkozástól kezdve a mozgásnak a fontosságát hangsúlyozva. A képzéshez kapcsolódó angol nyelvű anyagok, gyakorlatok fejlesztése is a projekt része. Cél, hogy ezek a háztartásokhoz is eljussanak, és a lakosok is használhassák őket. Fontos ugyanis, hogy az egészségtudatosság az egyéni szemléletmódban is megjelenjen, előbb az otthonokban, és aztán majd egy-egy turisztikai célpont felkeresésekor is. Ezeket a módszereket építik be az egészségturisztikai szakemberek nyíregyházi képzésébe is, amelyhez helyből próbálnak minél több partner találni. Azoknál a vállalatoknál, amelyek majd a hallgatói tanulmányi helyeket biztosítják, elsődleges, hogy a helyi vállalatok, cégek, hotelek azok, akiket meg tudunk közvetlenül keresni, és megkeresve őket integrálni ebbe a projektbe. Ajánlani tudnak a külföldi vagy magyar hallgatók számára olyan gyakorlati helyeket, ahol ők is esetleg tanulhatnak a hallgatóktól, és egy közvetlen a felsőoktatás és a vállalati szféra közötti közvetlen kapcsolat alakulhat és erősödhet. A napokban tartották meg a program első szakmai találkozóját. A további rendezvényeket online formában fogják lebonyolítani a járványhelyzet lecsengéséig. A projektben részvevők tervei szerint a kidolgozás alatt álló rendszer előkészíti a turisztikai ágazat fellendülését, a hallgatók mielőbbi munkába állását és az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteket is fejlesztheti.